Az ENSZ Ukrajnával foglalkozó vizsgálóbizottsága további bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy az orosz erők válogatás nélküli támadásokat és háborús bűncselekményeket követtek el Ukrajnában, és ezzel megsértették a nemzetközi emberi jogokat. A jelentés szerint a bizottság a közelmúltban olyan támadásokat dokumentált, amelyek polgári objektumokat, például lakóépületeket, egy vasútállomást, üzleteket és egy polgári használatú raktárat érintettek, és amelyek számos áldozatot követeltek többek között Umanyban és Herszonban. A közlemény szerint erőszakkal vagy pszichológiai kényszer alkalmazásával elkövetett nemi erőszakkal kapcsolatos bizonyítékokat is találtak. A bizottság hozzátette, hogy dokumentálta 31 gyermek tavaly májusban Ukrajnából Oroszországba történő átszállítását is, és arra a következtetésre jutott, hogy ez jogellenes deportálás és háborús bűncselekmény volt.